A jó idő meghozta az aszfaltozási és járdaépítési munkálatokra a lehetőséget. Hol kezdődtek el ezek? Kérdeztük Szepesi Tibor önkormányzati képviselőtől. Mint megtudtuk, kétfajta járdafelújítás zajlik jelenleg. Tavaly nagyon sok helyen az internetes és telefonos szolgáltató kábelt húztak a járdák mellett. A tavalyi évben nagyon sok helyen a különböző média szolgáltatók, tehát az internetes szolgáltatók, telefonos szolgáltatók kábelt húztak a járdák mellett, és önkormányzatunk kötelezte a szolgáltatókat, hogy állítsák helyre ezeket a járdákat. Több helyen ez nem úgy sikerült, ahogy azt az önkormányzat, illetve az ott lakók is elvárták, ezért egy újabb kötelezvényt kaptak a kivitelezők, hogy ezeket a járdákat már pedig eredeti állapotában használatuknak megfelelően kell visszaállítani, tehát ez az egyik fajta felújítás. A másik a Kovács Mihály tagiskolánál kezdődött. Hamarosan átadásra kerül a megújult iskola épület, amelyhez parkoló kialakítására is sor kerül. Megújul a járda is, amely igencsak elhasználódott mára. Ahogy nagyon sokan látják és járnak a főtéren, a Múzeumpark környékén, a Kovács Mihály tagiskola hamarosan elkészül, átadásra kerül, és hát nyilvánvaló, hogy egy újonnan felépített, átépített iskolához különböző jogszabályok is tartoznak. Az egyik ilyen a parkoló kialakítás, tehát örömmel mondhatom, hogy az iskola és a múzeum környékén parkoló kialakítására is fog sor kerülni a járda felújításon túl, hiszen az a járda, amely eddig az iskola előtt húzódott, az igencsak elhasználódott az évtizedek folyamán. A különböző mellette lévő fák gyökerei felnyomták, kipúposodott, tehát alkalmatlan volt arra, hogy egy ilyen szép, megújult környezet elé kerüljön, és így várja a visszatérő diákokat. Természetesen folytatódni fog még a járda felújítás a városban. Erről is beszámolunk majd a Karcag Televízióban.